gondolkodni, hogy akkor hová helyezzük egy hangsúlyt. Egy olyan NATO-hoz szeretnék még dörgölőzni, ami most abszolút veszti el a súlyát, ami nem is tudom, hogy milyen költségvetésből fog majd a távoli jövőben vagy jövőben működni, vagy pedig egy olyan hatalmas piachoz fordulunk, mint például itt esetleg bármely hatalmasabb keleti tehát területre gondolok országért, mint például Kína, de vehetjük például Indiát is példának, aki ugye már 60%-kal növelte egyébként katonai kiadásainak költségét, és azért is érdemes elgondolkodni, hogy ahogy növelik a katonai költségeiket, úgy veszik őket sokkal jobban tárgyaló számban, úgy ismerik el ezeket az országokat, és erre szerintem kiváló példa, és ezt a NATO szempontjából is próbáltam megközelíteni Kína, vagy épp India. Köszönöm szépen. Ja, akkor... Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Juhász Ferenc, MSZP-s képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Ennek a mai vitának különböző periódusaiban gyakorta kapkodtam a kétperces gombhoz, de aztán úgy döntöttem, hogy egyszerűbb és talán tisztességesebb is, hogyha egyben kérek szót, illetőleg, hogyha azt az értéket közvetítem, hogy én magam tisztelem mások agybaját, hogy az enyémet is tiszteljék, és éppen ezért nem fogok reagálni olyan képtelenségekre, amelyek itt elhangzottak, bár azt gondolom, hogy annak, aki politikai felelősséggel az ügyben bír, persze majd kell reagálnia. Ami miatt én szót kérek, az két dolog. Tisztelt képviselőtársaim, lehet bennünket itt zsidó bérenc, a globalizmus támogató, a NATO-nak lefekvő, nemzetáruló, és nem tudom én milyen politikai stigmákkal illetni. Meg is kapjuk, őszintén szólva, egy idő után persze már lepereg az emberről. De azt azért tudnunk kell, hogy Magyarországon a NATO mi magunk vagyunk. Azt azért tudni kell, hogy a NATO egy politikai és értékközösség, amelyben Európa nyugati lajtán túli feleben van, és hogyha nekünk Belorusszia a minta, és az majd a leendő értékalapú társadalmi minta, akkor persze mondhatjuk azt, hogy le a NATO-val, de mindaddig, amíg azt gondoljuk, hogy nekünk dolgunk van Európában, a világban, és nekünk a szövetségesünk Németország, Franciaország, éppen úgy, mint Belgium és Norvégia vagy Anglia, abban a pillanatban tán vállalhatjuk azt, hogy igen, velük együttműködésbe képzeljük el a globális biztonság megteremtését, és talán nem válik szégyenfoltá, stigmává az, hogyha valaki azt mondja, nem a nemzeti jelleg háttérbe szorítása ellen, ilyet soha nem mondtunk és nem is fogunk, de igen, az együttműködés mellett. Ha ma kiírtjuk a Magyar Honvédség szótárából, együttműködési rendszeréből a NATO-t, akkor a védelmi képességünk töredékére zsugorodik, a felkészítésünk és a felkészültségünk az gyakorlatilag elvész, és olyan iszonyatosan nagy költségvetési terhet kellene magunkra vállalni, amit mi magunk egyedül egészen bizonyosan nagy konfliktus nélkül vállalni nem tudnánk. Pontosan kell érteni, és pontosan kell tudni azt tehát, hogy ez egy olyan önként vállalt együttműködés, amelyben nekünk sajnos minden együttműködés ilyen, vannak bizonyos kötelezettségeink, ám ellenben a biztonságunk egy szeletét, egy darabját egészen bizonyosan garantálják. A Magyar Honvédség nemzeti jellegének erősítésével, a magyar állampolgárok honvédelmi tudatos felkészítésével, általában a nemzeti tudat erősítésével mi egyetértünk. Ha önök azt úgy gondolják, hogy ez a NATO ellenében valósítandó meg, azt gondolom, hogy téves úton járnak, és mindenki, aki ezeknek a mondatoknak egyébként tapsol, vagy éppen örül. Azt gondolom, hogy a másik kérdés, amiről itt egészen bizonyosan kellene szólnom, az a Magyar Honvédség békeidőben történő alkalmazása különböző feladatokban kérdéskörre kell, hogy vonatkozzon. Én borzasztóan nagyra értékeltem a honvédelmi törvény azon szakaszát, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy békeidőben a Magyar Honvédségnek belföldön
az a feladata, hogy felkészüljön a feladataira, gyakorlatozzon, tanulja meg a fegyverek használatát, tanulja meg az együttműködés képességét, és ha egyébként van külföldi szerepvállalás, akkor ott pedig maximálisan lássa el a feladatát, és teljesen természetesen készüljön azokra az új kihívásokra, amelyekről beszéltünk, de ami ezekben a törvényekben nem szerepel. Iszonyatosan nagy problémának látom, és egy borzasztó nagy veszélynek a honvédség feladatát illetően a későbbiekben, hogyha minden egyes alkalommal, itt most, ha tetszik, akkor pár hónapos távlattal újabb és újabb szeletnyi feladatot adunk a magyar honvédségnek békeidőben, nem katonai természetű feladatok ellátására. Önök bizonyára ismerik a kismalac és a farkas és a horda történetét, hogy tudnélik, hogyan kell beengedni először csak a kis ujjamat, utána a lábamat, utána a farkamat, utána az egész testemet, mondja ezt a farkas a malacnak, és így jut be gyakorlatilag a kismalac otthonába. Azt szeretném önöknek mondani, hogy ez az apró lépés teszi lehetetlenné, hogyha a magyar honvédség felkészülését a tényleges feladatokra, ha napról napra több olyan típusú feladatot kap, amelynek ellátására egyébként a védelmi rendszeren kívüli szervezeteknek volna feladata és kötelezettsége. Vajon a rendőrségi törvényben miért nem jelenik meg az a fajta feladat, megjegyzem, egy nagyobb rendszer, sok tekintetben nagyobb eszközállománnyal, hogy a közmunkát segítse, ám ellenben a magyar honvédségnél meg miért jelenik meg. Higgyék el, nem tréfa dolog, mert holnap és holnap után mindig lesz politikus, aki úgy fogja gondolni, hogy a magyar honvédségnek békeidőben még lehetne egyébként feladata, hogy nem tudom én, valamelyik híd felújítása alkalmával építsen hidakat, utakat, ha kell, akkor menjen aratni, begyűjteni, és még nem tudom én, mi mindent csinál, hiszen nagyon sok mindent tudna segíteni. Ez egyébként kísértetiesen hasonlít, és van áthallás egyébként, na pláne a Szent Korona olyan típusú beállításával, mint ahogy itt hallottuk, mondjuk a rendszerváltás előtti hadsereg feladataira és működésére, csak akkor ott a Szent Koronát mással helyettesítették, de a feladatvállalás a polgári életben az teljesen más volt. Higgyék el, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes út, és azt állítom, hogy nagyon komoly problémákat vet fel. Sokkal jobb volna, hogyha mondjuk megtanulná a Mistral rakétát kezelni. Az, akinek ez a dolga. Sokkal jobb volna, hogyha a gyakorlatokat, amelyeket végzünk vagy végeztetünk, nem olyan módon végeztetnénk, mint ahogy idáig. Sokkal jobb volna, hogyha a tényleges feladatra készítenénk, és mondjuk a biztonsági öröket nem egy ilyen párnapos gyors talpalóval készítenénk fel, hanem a feladatára. Sokkal jobb volna, hogyha a honvédelmi nevelésben vennének részt egyébként a katonák, nem pedig adott esetben, itt ahogy látom az igényeket, cigány állampolgárságú vagy cigány nemzetiségű emberek beterelésével mondjuk stadion építésére. Nem jó, nem elfogadható, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kihívás ennek ellenállni, illetőleg nagyon-nagyon komoly feladat felkészülni a haza fegyveres szolgálatára. Tisztelt képviselőtársaim, olyan alulfinanszírozott a hadsereg az elmúlt 20 évben nem volt, mint most. Tehát azt gondolni, hogy idáig rombolás volt, de most majd építkezünk, azt felvetni, hogy legyen programköltségvetés, azt gondolni, hogy majd itt fejlesztünk, részt veszünk a nemzet újjáépítésében, hiszen ez a hihetetlenül nagy feladat. Egyébként megvédjük a határainkat az összes többi ránkuszuló szomszédtól, és még egyébként nem is költünk többet. Azt hiszem, hogy ez naív feltételezés. Aki ilyeneket állít, annak azt javaslom, hogy cserélje le a biztonsági szakértőit, és egyébként gondolja újra azt, hogy mit vár a magyar hadseregtől. A magyar hadsereg egy költséges üzem, a honvédelme költséges üzem, az állampolgár személyes védelme is költséges üzem. Magunkra is fordítunk személyes biztonságunkra nagyon sok pénzt. Ugyanúgy kell fordítani a honvédségre is.
Azt gondolni, hogy ez ráfordítás nélkül nem egy borzasztó nagy tévedés. No, pláne úgy beállítani a dolgot, hogy egyébként feleljen meg azoknak a kritériumoknak, hogy legyen nagyon nemzeti, önmagunkat tudjuk megvédeni, vegyen részt a közösségi munkában, ez egyszerűen illúzió és elfogadhatatlan. Remélem, hogy Németh Zsolt képviselő úrnak nem lesz abból bántódása, hogy volt, amiben egyetértett velem, izgulok is érte rendesen. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy igen, ha nem figyelnek oda az új kihívásra, akkor rajta veszhetünk. És a háborút nem úgy fogják megvívni, hogy tankok lépik át a határt. A háborút nem úgy fogják majd konfliktust megvívni, hogy egyébként fegyverekkel lövik a polgári lakosságot. A háborút úgy fogják megvívni, hogy nagy ellátórendszereket tesznek tönkre, hogy egyébként terror és szabotázs akciókkal próbálják a mindenkori politikai hatalom vagy egy ország vezetését megbénítani, a lakosság ellátását gátolni. Ez az útja, módja. Na most, hogyha ilyen feladata nem készítjük föl a Magyar Honvédséget legalább tudatilag, hogyha a nemzeti biztonsági stratégiába, az ebből levezethető katonai stratégiába, az ezekből levezethető honvédelmi törvénybe erről egy betűt nem gondolunk írni, akkor azt hiszem, hogy nem járunk helyes úton, de minimum tévedünk. Tévedünk, és egyébként arra kárhoztatjuk ezt a jobbsorsra érdemes törvényt, hogy holnap vagy holnap után ezek éveket jelenthetnek persze, majd újra módosítsuk és újra átgondoljuk azokat a kérdéseket, amelyek itt felvetődtek. Legeslegvégül egyetlen kérdést hadd említsek önöknek. A Magyar Honvédség fejlesztését el lehet úgy képzelni, mint ahogy a svájci modell. Megjegyzem, a svájciak picivel nagyobb GDP-nél, másabb történelmi hagyományokkal ötszörösét költik annak, mint mi a saját védelmükre. Lehet ez egy idea, lehet ez egy álom. Én azt gondolom, hogy álom. Van egy másik fajta megközelítés, amelyik azt mondja, hogy jó nekünk a régi fegyver is, és példának okáért milyen jó volna, hogyha MiG-29-esek itt repkedhetnének. Azt kell önöknek mondanom, hogy lehet, hogy jó volna, mert egyébként egy gyönyörű gép és katonai bemutatókon kiváló kunsztokra képes. Egyéb iránt ma már nem felelne meg semmilyen modern harcászati követelménynek, mert 3 perc alatt lövik le olyan messziről, hogy csak na. Ehhez képest lehet a Gripen beszerzést nagyon sokféle kritikával illetni. Én magam is kíváncsi lennék a nemzetközi nyomozó hatóságok ezzel kapcsolatos mindenféle ismeretére. És teljesen természetesen a fantáziánk már csak olyan, hogy mindenki a másikra gondol ez esetben, mint bűnös. De azt gondolni, hogy a Gripen beszerzéssel kapcsolatosan, ami történelmi bűnt követtünk volna el, azt hiszem, hogy tévedés. Egy. Az első Gripen döntés bérlésről szólt. Bérlésről. Tisztelt képviselő társaim, 2 év múlva egy darab nem lenne itt, hogyha azt az első döntést tartjuk be, fele annyi pénzért. Fele olyan rossz, vagy negyed annyi képességgel, fele annyi képességgel rendelkező géppel. Valóban, személyesen is úgy gondoltam, hogy a Magyar Honvédség együttműködése akkor lehet a környező országokkal teljes, hogyha képessé válunk például arra, hogy közös légtérvédelmet hajtunk végre. Ez nem szokatlan, ám. Ilyet csinálnak Szlovénia területén például az olaszok. A szlovén kollégája, nem tudom, kereste a miniszter urat, vagy volt-e már ilyen tárgyalás, de ez folyamatosan fölvetődik, hogy vehetnénk-e részt benne. Vannak olyan fajta feladatok egyébként az európai együttműködésben, amely nem arról szól, hogy Kadhafit bombázni, sőt, mi több még arról sem szól, hogy Afganisztán különböző rejtett vidékjeire vigyük, hanem értelmes feladattal, nemzetközi munkamegosztásba a közös légtérvédelem és ellenőrzés tekintetében ezeket a gépeket felhasználhatjuk. Bizony ilyen szándékkal született meg a Gripen bérlés módosítása, vásárlása és bizonyos képességnövelése, ami egyébként valóban ténylegesen drága, és mindenkinek szurkolok, hogy minden olyan fajta felvetés és információ, ami ezzel kapcsolatosan napvilágra kerül, azt ismerhessük mi magunk is meg, mert azt hiszem, hogy ez a magyar társadalom helyzetismeretét szolgálja, és egyébként vélhetően elejét veszi további hamis feltételezéseknek. Legeslegvégül az utolsó másfél percemben.
Higgyék el, hogy van az országban számos olyan kormányzati feladat, aminek van jobb és baloldali olvasata. Van számos olyan tevékenység, aminek egészen bizonyosan van konzervatív, még konzervatívabb és attól balrább álló megközelítése. A HON védelmének azért lennie kellene egy olyan kicsi halmazának, amiben nem teszünk különbséget nagyon-nagyon nemzeti, és nagyon-nagyon baloldali, és nagyon-nagyon radikális, és még kevésbé liberális álláspontok között. Kellene, hogy legyen egy olyan közös nevező, ami azt a halmazt egészen bizonyosan körbeírja, amire azt mondjuk, hogy igen, ezt mi akarjuk. És azt hiszem, hogy mi akarunk egy becsületes, jól működő, büszke magyar honvédséget, ami képes az ország védelmének szolgálatára, és utána majd hozzárakhatja mindenki még a saját egyébként elképzelésének és politikai habitusának megfelelő további elvárásokat. De hogyha ebbe a minimumba sikerül megállapodni, akkor A. van mód arra, hogy a törvényt módosításokkal javítsuk, B. hogy a magyar nemzet érdekeit, az ország valamennyi lakosságának érdekeit jobban szolgáljuk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Vadai Ágnes, MSZP-s képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Az előző normál felszólaláskor pár dolgot nem tudtam elmondani. Arról, azokról a témákról is szeretnék beszélni, de előzetesen Juhász képviselő úrhoz csatlakozó szeretném elmondani, hogy egyfelől a mai vitából kiderült, hogy vannak vágyálmok, amelyekhez nincsenek meg a megfelelő források. Vagy a forrásokat fogjuk növelni, vagy ezeket a vágyakat fogjuk csökkenteni, vagyis hát azok, akik ebben gondolkodnak, mert akkor mindig ilyen frusztráció lesz a Magyar Honvédség, és egyébként minden más ilyen szervezet tekintetében. Hiszen mindannyian, akik itt ülünk, vagy legalábbis akik foglalkozunk a Magyar Honvédséggel, tudnánk mondani nagyon-nagyon jó ötleteket, amivel a Magyar Honvédséget lehetne fejleszteni, amihez súlyos milliárdokra van szükség. De jelenleg ez nem áll rendelkezés. Éppen ezért azt gondolom, hogy azokból a lehetőségekből kell kiindulni, ami jelenleg a Magyar Honvédség rendelkezésére áll. Nyilvánvaló a költségvetési források, az látható módon, ezt Juhász képviselő is elmondta, de meglehetősen alacsony szintre kerültek, és azért látni fogjuk majd a jövő évi tervezést is. Én azt gondolom, látva az eddigi lépéseket, hogy túlságosan nagy emelkedésre nem számíthatunk. Azt gondolom, hogy már a Magyar Honvédséggel foglalkozó képviselők talán annak is fognak egy kicsit örülni, hogyha legalább ez megmarad. Élek a gyanúperre, hogy sajnos a következő időszakban még ennél is kisebb honvédelmi költségvetéssel fog rendelkezni a Magyar Köztársaság. Tehát ez az egyik, amit szerintem ezekben a kérdésekben itt magunk számára világossá kell tenni, mert lehet itt magyar nemzeti hadipar fejlesztésről, programköltségvetésről, sok-sok álomról beszélni, de ez nincsen. Aki ismeri a Magyar Honvédség költségvetését, ez tudja, hogy ez az összeg, ez körülbelül arra elég, hogy a meglévő képességeket, hát legalábbis a szint közelihez, azon a szinten tudják tartani, ami van, ennél több fejlesztésre, előrelépésre ma nincsen lehetőség. Ezt látni kell, ezt tudomásul kell venni. Ez mutatja nyilván azt, hogy a kormányon belül ez a terület milyen jelentőséggel bír, de tudomásul kell venni, hogy ez van, és ebből kell tudni jól gazdálkodni. A másik dolog, amit az egész Magyar Honvédséggel kapcsolatosan szerintem világosan kell látni, hogy én értem, hogy néhányan azt gondolják, hogy milyen jó lenne itt elindulni, és katonáskodni, és harcolni, és küzdeni, és fogjon össze az egész nép, és akkor itt vívjuk meg a csatát, és hogy akkor legyőzünk mindenkit. De képviselőtársaim, hát azért szeretném mondani, hogy azért, mert egyeseknek vannak napi problémái környező országokkal, vagy konkrét emberekkel, azért a Magyar Köztársaság veszélyeztetettsége, fenyegetettsége e tekintetben nem változott.
Tehát én nem gondolom, hogy itt most azért ültünk össze, hogy megtalálják egyesek itt a nagy ellenséget a honvédelmi törvény vitája kapcsán, akivel szemben majd itt a nép így összefog, és az életét feláldozva fog küzdeni. Hát nem erről szól a dolog. Ez a honvédelmi törvény, az arról szól, hogy azok, akik egyébként hivatásuknak, vagy arról kell, hogy elsősorban szóljon, akik hivatásuknak választják, akár hivatásos állományoként, akár úgy döntenek, hogy szerződéses állományoként, vagy éppen önkéntes tartalékosként, rájuk milyen irányadó szabályok vannak. Nyilván bele kell foglalni a különleges jogrendre vonatkozó szabályozásokat, de hát az olyan elképzelések, hogy aki békét akar, az készüljön a háborúra, szeretném azoknak mondani, hogy ezek a szabályok nem azért kerülnek be, mert itt bármelyik kormányzat itt arra készülne, hogy itt majd óriási, hatalmas csatákat vívunk valami nem létező ellenséggel, vagy éppen egyesek számára létező ellenséggel, hanem azért, mert azt gondolom, hogy egy országban ezeket a kérdéseket is szabályozni kell. De azt javasolnám, hogy arról a mezőről, arról lépjünk le, hogy itt velünk szemben mindenféle ellenséges csapatok egyszer majd felállnak. Vannak, akik azt remélik, hogy hát, ha fölállnak, mert akkor végre össze lehet fogni és el lehet indulni. De én azt gondolom, hogy nem erről szól a dolog. Úgyhogy erről a mezőről talán ki kéne vontatni a honvédelmi törvényt, és tényleg azzal kéne foglalkozni, ami ebben konkrétan van. Azt jeleztem a felszólalásom elején, hogy van egy pár téma, ami az előzőből kimaradt, és az első az önkéntes tartalékos állomány kérdése. Képviselőtársaimnak szeretném mondani, hogy igen sok vitát lefolytattunk már ebben az ügyben. Ez a történet, ez az előző ciklusban kezdődött, már nincs itt Simicskó államtitkár úr. Simicskó államtitkár úrnak volt ez egy nagyon, azt gondolom, jó elképzelése. Akkor ő ezt, mint ellenzéki képviselő benyújtotta, igaz, pofozgatni kellett azon a határozati javaslaton egy kicsit, de aztán az országgyűlés azt a határozati javaslatot nagy többséggel elfogadta. És ez alapján elkezdődött a munka az önkéntes tartalékos rendszer képítésére, mert mindannyian éreztük a felelősségét itt a parlamentben, hogy igenis szükség van egy ilyen típusú elemre, egy valóban működő elemre a magyar honvédségen belül. Ez az új honvédelmi törvény viszonylag keveset foglalkozik ezzel a tartalékosi állománynal, dacára annak, hogy látható módon néhány szimbolikus prioritás mellett és szimbolikus ügy mellett, mint a Szent Korona kérdése, az önkéntes tartalékos ügy, ez egy ilyen zászlós hajója a jelenlegi honvédelmi vezetésnek. De azért azt szeretném világossá tenni ebben az ügyben, hogy azért, ami mozzajlik a magyar honvédségben, az nem a valódi tartalékos rendszer képítés. Amikor nagy dírrel, durral beharangozzák, hogy ennyi ezer meg annyi ezer önkéntes tartalékosa van a magyar honvédségnek, akkor kérem szépen, akik őrzésvédelmi feladatot látnak el, én magam is ott voltam Püspök Szilágyban, láttam, hogy mit csinálnak, sőt, egy részüket nyilván ismerem is. Lássunk világosan, ezek az emberek, akiket a 2000 M mintájú felszerelésbe beöltöztetnek, ezek korábbi biztonsági őrök. Ezek az emberek a korábbi biztonsági őrök. A miniszter azt mondja, hogy és, ha ezt mondja, akkor ennek nagyon örülök, mert legalább már ezt elismeri, mert pár hónappal ezelőtt még szó se volt erről, sőt, elutasításra került. Én azt gondolom, hogy a Magyar Honvédség önkéntes tartalékosi rendszere nem erről szól. Nem erről szól. Az meg ráadásul nem is igaz, amit ezzel kapcsolatosan állítanak, hogy ez így olcsóbb, meg úgy olcsóbb, meg amúgy olcsóbb. És Juhász képviselőtársam már utalt arra, hogy ezért ezeket a egyébként civil biztonsági őröket egy igen rövid, gyors tarpaló után nevezték ki a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos elemének. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az ügyben is őszintén kell beszélni, hiszen az, amit ebben az önkéntes tartalékosi rendszerben szeretnénk elérni, ez egy közös elképzelés, ebben nincs vita. Ebben támogatottság volt az előző parlamentben, és van a mostaniban is. Azzal viszont változatlanul nem értünk egyet, hogy akár a civil biztonsági ZRT, akár más
biztonsági cégek korábbi alkalmazottait egyik napra a másikra kinevezték önkéntes tartalékosnak. Ismerjük egyébként, és ez nem hangzott el, hogy ez a folyamat maga hogyan volt. Ugye csak szeretném mondani, hogy az önkéntességnek azért egy egész speciális tartalmat sikerült építeni ebben a rendszerben. De annak ellenére, hogy az önök számára ez az önkéntes tartalékosi rendszer ilyen kiemelt fontosságú, hát mégis elég röviden sikerül egyébként erről az elemről írni. Én azt gondolom, hogy egyszer s mindenkorra tegyük ezt az ügyet tisztába, és mindannyiunk számára világossá, hogy az önkéntes tartalékosi rendszer, amiről itt mindig beszélgettünk, az nem az, amit önök csinálnak. Az egészen más, és amire itt többen utaltak, ugyan én azzal nem értek egyet, hogy aki önkéntes tartalékos, annak a munkaadóját adókedvezménnyel támogassuk, sokkal inkább másfajta ösztönzéseket kell keresni, talán inkább jobban is járnának mondjuk, hogyha járulékkedvezményt kapnának. Mi azzal az adópolitikával akkor sértettük egyet, de azt támogatom, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy bekerült ez a munkáltatói ösztönző kompenzációs rendszer. De azt gondolom, hogy ha ez a zászlós hajó projektjük önöknek, akkor ennek egy kicsit bővebben, alaposabban, és hát, hogy mondjam, talán egy kicsit őszintébben kell írni. A másik ügy, amiről feltétlenül kell beszélni, és azt is talán Juhász képviselőtársam említette, ez a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok ügye. Erről nem csak azért szeretnék beszélni, mert a nemzetbiztonsági bizottság elnöke vagyok, tehát úgy gondolom, hogy már csak ebből a pozíciómból adódóan is kell, hogy ezzel információval bírjak, hanem azért is, mert én azt gondolom, hogy a katonai biztonsági hivatal és a katonai felderítő hivatal az elmúlt sok-sok évben nagyon sok sikeres katonai akcióhoz járult hozzá. Teszem hozzá, az utóbbi időszakban számomra kiderült, hogy nem csak katonai akcióhoz, hanem nyilvánvalóan mások által PR-osan felhabosított egyébként civil akciókhoz is jelentősen hozzájárult, például a katonai felderítő hivatal. Ennek a két szervezetnek a létét, a létjogosultságát soha senki nem kérdőjelezte meg. Ezeknek a szervezeteknek olyan vezetőik voltak, akik hosszú éveken keresztül szolgálták a magyar honvédségét és vele a magyar hazát, és egy szemét hadd emeljek ki, dr. Stefán Géza nyugállományú vezérezredes, aki ma már nincsen velünk, de ő kormányokon átívelően volt a katonai biztonsági hivatal főigazgatója, és azt gondolom, hogy végezte kiválóan és tiszteletre méltóan a munkáját, irányította a katonai biztonsági hivatalt. Olyan feladatokat látnak el ezek a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, amelyek egy civil szervezetbe beintegrálva, ahogy a terveket lehet hallani, én azt gondolom, hogy nem érhetők el. Hiszen aki a magyar honvédséggel foglalkozik, tudja, hogy, és nagyon sokszor elhangzott, az egy egészen másfajta közeg a magyar honvédség, mint egy átlagos civil baráti társaság, vagy éppen egy munkahely. A magyar honvédség nagyon különleges a tekintetben, és sokan elmondták, és mindenkivel egyetértek, hogy egy óvandó, védendő értéke a magyar köztársaságnak. A katonai biztonsági hivatal és a katonai felderítő hivatal nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy egyébként a külföldön szolgáló katonáink biztonságát növelni lehessen. Erre mind a két szervezet bizonyította már. Én tudom, hogy van olyan misszió, ahol nagyon szorosan együtt dolgozik a két szervezet. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy az információáramlás megtörténjen. Itthon pedig a katonai biztonsági hivatal által végzett feladat, különösen abban a tekintetben, hogy a magyar honvédségből azok a szélsőséges gondolatok kiszorításra kerüljenek, amelyek ártanának a magyar honvédségnek, a katonai biztonsági hivatalnak rendkívül fontos feladata van. Én nem tudom és nem látom annak az indokát, de majd biztos magyarázatot kapunk a minisztériumtól és a miniszter úrtól, hogy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állománya, meg egyáltalán katonai biztonsági hivatal, és a katonai felderítő hivatal, tehát általában a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok miért kerülnek ki ebből a törvényből. Érdemes ezt átgondolni,
többféle terv előkerült már. Miniszter úr hamarosan jön a Nemzetbiztonsági Bizottság elé beszámolni egy éves tevékenységéről. Ott is kérdésként fog felmerülni, hogy ha itt nem, akkor mi a sorsa ennek a két szervezetnek, az ott meglévő tudásnak, amelyből meg kell, hogy jegyezzem, az elmúlt egy évben és különösen a kormányváltás környékén igen komoly szellemi erőt elveszítettek, és elveszítették ezt a szellemi erőt azért, mert nem akarták, hogy ezek az emberek ott legyenek, miközben egyébként utóbb kiderült, hogy igenis jól végezték a munkájukat, és segítségükre voltak a Honvédelmi Minisztérium vezetőinek és a Magyar Honvédségnek, de ez majd nyilván az önök lelkiismeretére van bízva ennek a kérdésnek a megítélése. De az nagyon fontos, hogy ez a kultúra és ez a két szervezet, amelyik mindig segítette a Magyar Honvédség munkáját, és hozzáteszem, a honvédelmi politikai vezetés munkáját is, ez miért nem szerepel ebben a törvényben. Végül az utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani, ez a katonai ügyészi szervezetnek a kérdése, amelyre miniszter úr azt mondta, hogy mivel az új alkotmány, vagy alaptörvény másféleképpen gondolkodik az ügyészségről, ezért nyilván kikerül a honvédség szervezeti struktúrájából. Én azt szeretném megkérdezni, hogy akkor